Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon. A Spirit FM kulturális magazinját hallják, a Kultórát. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, Rónai Egon vagyok. Cserdi Zsolt az adás szerkesztője, az ő nevében is jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. A Bolondok táncáról, meg a Radnóti Színházról, meg Kovács Adéről, az igazgatóról így fogjuk kezdeni a műsort. Aztán beszélgetünk a mai adásban még sok-sok mindenről, például egy rendhagyó szülői értekezletre is meghívjuk Önöket. Ez egyúttal egy tudományos stand-up is, és egy digitális pedagógia. A szakértő követi el, Fegyverneki Gergő, őt fogjuk hívni. Vidovszky György pályázik a Kolibri Színház igazgatói posztjára, hogy mik az elképzelései, elmondhatja nekünk mindjárt majd. És a végére beszélünk Kállai Eszterrel, ő a Junior Szépíró díjat vette át éppen mostanában, a Vérehulló Fecskefű című verses kötetét ünnepelték, megünnepeljük mi is majd. De akkor először a Radnóti és a Bolondok Tánca című előadás. Radnóti Színház igazgatója Kovács Adél a vonalban. Jó napot kívánok, szervusz Adél. Jó napot, szervusz. Én láttam ezt az előadást, és hát egyrészt azt mondjátok rá, hogy ez egy társadalmi szatíra, ami műfaj meghatározását tekintve persze nyilván igaz. Másrészt, igen, főleg az első felvonás, az valójában egy fergeteges vígjáték. Igen, hát ez egy tragikomédia, és azt hiszem, hogy sikerült elég szépen egyensúlyozni itt a tragikum és a komikum között. Rengeteg burleszk elemet használt a baj, és talán ez így átjön, és nagyon, nagyon alkalmas ennek a színdarabnak a fordulatait kidomborítani, meg hát az egész görbetükröt, amit tart annak a világnak, amikor íródott, ugye ez a 905-ös orosz forradalomról szól, vagy azt dolgozza föl. 1912-ben volt a bemutatója, de hát mint minden darab, ugye akkor jó, vagy előadás, hogyha valahogy a máról szól, úgyhogy fel lehet azért lelni benne némi áthallásokat. Azt hiszem, a közönség reakcióiból ítélve értettük a finom utalásokat. Abát említetted, aki ugye a rendezője az előadásnak, Sebessén Aba, és hát nem az első darabot viszi, vagy reméljük viszi sikerre nálatok, mert hát a 10 is hozzá fűződik. Igen, és az alkotógárdához is, aki Szári Tibor, mint zeneszerző, és Barta József, mint díszlettervező, illetve Ignatovics Krista tervezte most a jelmezeket. Hát a 10 gyakorlatilag levehetetlen, és a Radnóti egyik ikonikus előadása. Reméljük, hogy a Bolondok Tánca is kellő mennyiséggel fog menni, és nagy szériát fut be, és sikeres lesz. Nagyon vágyott már a társulat is egy vígjátékra, és hát persze nálunk minden előadásnak azért ott a színefonákja, tehát lehet nevetni, néha sírva, de ez valóban azért egy vígjáték, és erre már a közönség is nagyon vágyott, úgyhogy örülünk, hogy megtaláltuk ezt a felületet. Ezt László a Zsolt és Tóth Ildikó, mondhatni a két főszereplő, de hát igazából nem is csak. És azért azt is megemlíteném, hogy van két főiskolásotok, egyetemi hallgatótok, ugye ez a régi terminológia, a főiskolás, Szirony Kornél és Juhász Tibor, akik megmutatkoznak nálatok. Ha valaki... Illetve még Kozma Veronika is, aki nálunk gyakorlatos. Tényleg, ő a szolgálólány. Szóval, hogy aki nálatok így be tud mutatkozni egy-egy darabban, számíthat arra is, hogy megveti a lábát a Radnótiban? Ez egy nagyon jó kérdés. Mindenki nagyon hamar és szorosan kötődik hozzánk, hiszen nagyon kicsi a társulat, és elég családias és befogadó a légkör. Sajnos nem tudunk mindenkit szerződtetni. Nyilván igyekszünk tehetséges fiatalokat magunkhoz vonzani, de volt már erre is példa, és volt már arra is példa, hogy például azt javasoltam, hogy jobb, hogyha még vidéken próbál szerencsét, vagy fejlődik valaki. Hát nem tudunk korlátlanul terjeszkedni, mert kevesen vagyunk, és nem is nagyon tudunk többen lenni. De mindig cél, és nagyon jó, hogyha van egy ilyen nagy társulati darab. Ugye vannak vendégek is a darabban, Simon Zoltán Miskolcról, illetve Fehér László, aki a Forte társulatban játszott,
és ez nagyon, nagyon jó, mert az újak, a fiatalok mindig hoznak be új energiákat, impulzusokat, ambíciókat, és ez nagyon jót tesz mindenkinek. Most jön két klasszikusotok már a tekintetben, hogy kik viszik a darabokat. Az egyik ugye Bálint András estje, ez most, most lett a Kosztolányi est a közönség előtt, és a másik pedig egy Valló Péter rendezése, az én Daniel Blake. Ugye mind a ketten az elmúlt évtizedek legendás figurái a Radnóti Színház életében. Hát mondhatni, hogy ők maguk a Radnóti Színház is valamilyen szinten, és ugye Bálint András 30 évig vezette a színházat, és az irodalmi estek hagyománya az gyakorlatilag az ő személyéhez kötődik. Két éve, amikor Andris bemutatta a Szervantal estjét, akkor azt mondta nekem, hogy azért ez az utolsó, nem lesz több, és akkor tavasszal felhívott, hogy hát én most összeraktam egy Kosztolányit, és ez egyszerűen tényleg fantasztikus, és az is fantasztikus. Tehát én úgy gondolom, hogy az életmű, amit ő ezen a téren letett, az tényleg nagyon egyedülálló a magyar színház életben is. És ez egy nagyon-nagyon csodálatosan szép anyag, ami Kosztolányi idős koráról szól, már a betegségéről, egy késői szerelemről, ami ugye Radákovics Máriához fűzte őt, és hát tulajdonképpen a halálról és az élet elengedéséről, ugyanakkor az élni akarásról beszél, nagyon-nagyon megérintő ez az est, úgyhogy én iszonyú boldog vagyok, hogy Andris ezt megcsinálta. Az, hogy te mennyit próbálsz egy szezon alatt, és mennyi premiéred van, azt nagyon nehéz megítélned, eldöntened egy évad előtt? Vagy ez igazából nem is rendezői és nem is igazgatói kérdés, hanem ezt az élet adja? Hát az élet úgy adja, hogy tulajdonképpen minden sok szempontot veszünk figyelembe, és nyilván azt is, hogy a színészeknek meglegyen a szerep kielégítésük, és mindenki jól érezze magát a bőrébe. Ez azt mondom, rám is kellene, hogy vonatkozzon. Én most furcsa módon évek óta azt játszom, ami alakul, tehát nem tudok természetesen túl sokat játszani, most éppen majd nem játszom olyan sokat, mert egyébként ebben a Bolondok táncából éppen kibetegedtem, tehát itt másképp lett volna a szereposztás, de én sajnos beteg lettem, úgyhogy erről a produkcióról le kellett mondanom. Nyilván megoszlik az energiám az igazgatás és a színészet között, de kell, hogy legyen egyensúly. Azt nem bánod egy kicsit sem? Mert ez egy nehéz kérdés, te sztárként lettél igazgató. A sztárt ezt abszolút pozitív kifejezésként használom, most félre ne értse senki. És főleg te nem. És nyilván háttérbe szorul a színésznő az igazgatónő mögött. Sok esetben. Hát azon el kell gondolkodni, hogy amikor egyre többen mondják azt, hogy igazgatónő, és kevesebben az, hogy jó napot művésznő, akkor el kell gondolkozni azon, hogy az ember. Ez tény és való, hogy én az arcomat teljesen, odaadtam a Radnóti brandjének, és ez így rendben is van. Amikor én bevállaltam az igazgatást, azt kell, hogy mondjam, hogy nem volt bennem éjség. Ugyanakkor nyilván azt át kell gondolni, hogy az embernek a művész lénye az a csak ne érts félre magával foglalkozó, önző lénye az hova szorul háttérbe. Én tényleg úgy érzem, hogy ezt a közösséget szolgálom a szó legjobb értelmében évek óta, és ez így rendben is van. Aztán majd meglátjuk, de fontos, az mindenképpen fontos az egyensúly. És hát azért egy premiéred lesz majd valamikor májusban. Hát az nem akármi, egy Lars von Trier filmklasszikust raktok színpadra, a Hullámtörést. Igen. És hát azért abban ott vagy. Nem én játszom be ezt, hanem én az édesanyját játszom, ami azt hiszem, hogy egy elég kicsi szerep. Tehát hogy hogyan alakulnak a dolgok, azért mondom, hogy ez mindig egy ilyen puzzle az évadban, de
Szentepkizita fogja rendezni. Ugye ez az utolsó bemutató, most egy nagyot ugrottunk, az én elmondom még, hogy mik lesznek az évadban, ha ez így Jó, persze. Lehetséges. Tehát ugye bemutattuk a Kosztolányit, és most egy nagyon izgalmas próba folyamat elé nézünk, mintha élne címmel, a Gólem Színházzal csinálunk egy közös produkciót, ami egyébként nemzetközi összefogásra is lehetőséget ad, mert három nemzeti intézet lesz benne, a Goethe Intézet, az Osztrák Kulturális Fórum és a Cseh Centrum, és Kafka halálának 100. évfordulójára az elbeszélései alapján három elbeszélésből lesz egy est, és két nagyon fiatal alkotó, Sahintó Csára és Egő Simon lesz kettőnek a rendezője, illetve Borgula András, a Gólem Színház művészeti vezetője. Úgyhogy ez egy ilyen jó kis együttműködés lesz. Mi nagyon szeretjük az együttműködéseket, szerintem az is a jövő útja mindenképpen. És akkor ugye utána Való Péter rendezi az Én Daniel Blake-et, ami egy Ken Loach filmnek a színpadi színházi adaptációja, egy nagyon bensőséges történet tulajdonképpen, ami igazából egy angol szociális helyzetről szól, de valójában nem az a kérdés, hogy a magyar szociális ellátórendszer és az angol mennyire hasonlít egymásra, hanem hogy mik azok a helyzetek, vagy egy-egy helyzetben emberek hogyan kerülhetnek olyan vákumhelyzetbe, amiben tényleg marginalizált helyzetbe kerülhetnek két ilyen embernek az egymáshoz sodródásának egy nagyon, nagyon szép és megrázó drámája. Schneider Zoli és Mészáros Blanka fogják a főszerepeket játszani, és akkor lesz ismét egy verses estünk, Pál András és Rozs Tamás estje januárban. Ugye nagy szériával már 5., sőt 6. éve megy a Ző Petri estjük, most pedig egy Most mikor a vers újra divatba jött címmel egy kortárs este készülnek, amiben hát a kortárs költők színe java fogja adni a tartalmat, és ez is a Keresem éltermünkben lesz. És akkor a következő bemutatónk a januári, az pedig Nagy Péter István rendezi majd Tony Kushner Angyalok Amerikában kétestés drámájának az első részét, a küszöbön az ezredfordulót. És aztán jön a hullámtörés. Amiről beszéltünk egy fél mondatot az előbb. Hát ez meg egy Pulitzer-díjas darab, a Angyalok Amerikában, úgyhogy ezt is van miért várni, függetlenül attól, hogy László Zsolt, Pál András és így tovább, tehát az is egy remek szereposztás. Reméljük remek előadással. De igazából most persze az volt az apropó, hogy beszéljünk erről az új darabról, amit a Bolondok táncáról, amit azt gondolom, hogy hangos ováció fogadott, és hát szerintem, ahogy mondtad, kicsit meg is leptétek a közönséget. Hát én azt nem tudom. Az jó, mondtad, hogy várták a vidámságot, várják már a vígjátékot, a Radnótiban nem azért járunk, mert az önfelett kacagása jellemző, és itt főleg az első felvonás azért ezt adja. Igen. Hát igen, nem azok a tércsapkodós előadások jellemzik a Radnótit, de mindig jó, ha valami így túlmutat önmagán, és azt hiszem, hogy ez a darab azért túlmutat önmagán, és a társulat is nagy játékkedvel dobja bele magát, mert hát ezt a műfajt nem is lehet másképp. Hát és remek harmonika zene kíséri, az is hozzátartozik. Igen, ehhez a történethez. Igen, Mozer Ádám szolgáltatja a harmonika zenét, ugye Szári Tibor zenéjét, tehát élő zene van, és hát Ádám mestere hangszerének, úgyhogy ezt is nagyon lehet élvezni. Úgyhogy hajrá, nézzék meg a Bolondok táncát a Radnóti Színházban, meg a többit is. Adél, nagyon szépen köszönöm, hogy meséltél nekünk erről, meg a saját érzéseidről köszönöm. Itt a színházvezetés és a színészet körül. Kovács igen, Adélt hallották. Mondom, bár ebbe az ember nagyon szemérmesen egy bele egy ilyen beszélgetésben, és nyilván ez sokkal bonyolultabb is annál, hogy
hogy így árnyalataiba ki tudjam fejteni, de nagyon érzékeny volt a kérdésed, úgyhogy köszönöm szépen. Én meg örülök, hogy beszélhettünk. Köszönöm, Adél. Köszönöm. A Radnóti Színház Kossuth és Jászai Díjas igazgatóját, színészét hallották. Kovács Adélt az imént. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon. Látjuk a gyerekeinket, amint a kezük meghosszabbodott egy mobiltelefonnal, rosszabb esetben egy egész komoly kütyűvel, valami laptop félével, vagy iPad félével. Szóval az életük része lett az, ami ellen szívünk szerint tiltakoznánk, de közben a mi életünknek is része, és hát milyen példát mutatunk a gyerekeinknek, ugye? De azért vannak dolgok, amikben talán a felnőttek nagy része sokkal megfontoltabb és tudatosabb, vagy legalábbis reméljük, mint a gyerekek, akik ösztönösen rakosgatnak fel az internetre mindenféle olyan tartalmakat, és fogyasztanak mindenféle olyan tartalmakat, amiket nem kellene. Fegyverdeki Gergő digitális pedagógia szakértő középiskolai tanár saját maga is, rendhagyó szülői értekezletet tartott az MCC Székesfehérvári központjában a Szülők Akadémiája programon, és hát nem tudom, hogy a szülők hogy fogadták, és elrakták-e például a mobiltelefonjukat akkor, amikor beszélt nekik, de mindjárt megtudjuk, mert itt van a vonalban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Igen, próbáltunk megküzdeni a közösségi média, vagy a játék függőségnek, ugye a figyelemgazdaságával, és próbáltuk úgy edukálni, fókuszba helyezni a szülők gondolkodását, hogy eltegyék a telefonjukat. Egyébként sokszor maguk a szülők adják a rossz példát a gyerekeknek. Hát hogyne. Amikor függőségről beszélünk, akkor sokszor már a szülő is mondjuk közösségi média játék, vagy adott esetben pornográf tartalmaknak a függőjévé vált, anélkül, hogy esetleg ezeket be tudná magán azonosítani. De hát már az is bőségesen elegendő, hogy leülünk a tévé elé a gyerekkel, és a kezünkben a telefon, és azt nyomkodjuk, miközben úgymond nézzük vele a tévét, vagy nézzünk vele közösen valami filmet. Miért gondoljuk azt, hogy majd a gyerek nem ezt fogja csinálni? Így van, a szülői példamutatás az nagyon fontos lenne a digitális gyereknevelésben is, csak hogy az MCC Székesfehérvári központjában is elhangzott, ma nekünk úgy kell tudatos szülővé válnunk, tudatos digitális szülővé válnunk, hogy nem kaptunk a szülőinktől mintát arra, hogy hány éves kortól kaphasson a gyerek tabletet, mit nézhessen meg, mennyi legyen a napi képernyidő, mik legyenek azok a szabályok vagy keretek a digitális családi szerződésben, amik tudatosabbá teszik a gyerekeket, és megmarad az online-offline egyensúly. Tehát úgy kell digitális szülővé válnunk, hogy nem kaptunk mintát a szülőinktől. Azt láttuk, mikor kell a gyerekre melegkabátot adni, megtanítani biztonságosan közlekedni a zebrán a gyereket, de azt nem láttuk, hogy mi történik az interneten, mit kell csinálni a gyerekkel. Miközben mi szülők is most fedezzük fel, botorkálunk ebben, ugye, mire egy kicsit megsejtjük, hogy hogyan működhet jól az internet, mindig jön egy új technológiai vívmány, mint mondjuk most a mesterséges intelligencia. Szóval nem könnyű, de nem is lehetetlen mondjuk a digitális családi szerződésben olyan keretekről beszélni, hogy fontos lenne például a nagyi szabály. Ha a nagymamádnak nem mutatod meg, az internetre se tedd fel. Ez jó, ez jó. Ugye egy csomó olyan kép készül, mert hogy korlátlanul lehet fotózni, ez is egy új dolog, ezt is szoknunk kell még, bár már így van nagyjából 20 éve. Tehát régen a fényképezőgép korlátokat szabott nekünk. Most a fényképezőgépre nincs szükség, a telefonunk megteszi, és hát ettől aztán folyamatosan fotózhatunk, sokan folyamatosan fotóznak is. Ez, amit mondott, ez egy nagyon jó szabály. Igen, csak amikor erről beszélünk, ugye, és akkor kicsit hibáztatjuk a gyerekeket, vagy megdorgáljuk, hogy mennyit posztolgatnak, akkor azért azt is vegyük figyelembe, hogy a legelső fotót, azt a szülő lövi ki a gyerekről a digitális világban, még pedig a magzatfotót. Ugye ez is fontos. Hát egyébként bizony, megszületett a gyerek, és akkor az is kint van. Hát persze, és mi vesszük neki az eszközt, és mi mondjuk neki azt, hogy tanulj általa, de hát nem csak tanulni fog általa, hanem mindenféle butaságot is néz, vagy csinál. Hogyan tudjuk korlátok között tartani? Mi ez a digitális szerződés, amit meg kellene kötnünk? Mit kellene annak tartalmaznia? Hogy látja? Ugye amikor a gyereknek veszünk mondjuk egy autót a ballagásra, szerencsésebb esetben, előtte elküldjük egy kressz tanfolyamról, megtanulja az elsőbbségadást, kötelező, meg kell állni a piros lámpán, stb. Az online térben viszont úgy lépnek be a gyerekek egyre fiatalabb korban, hogy nincs ilyen net kressz
ilyen digitális kereszt szabályok, és ebben segíthet mondjuk a digitális családi szerződés, amiben tényleg ki lehet jelölni, hogy mennyi az egészséges képernyő idő. 0-tól 2 éves korig egyébként nem kellene a gyerek idegrendszerének egyáltalán ilyen képernyőt látnia, aztán mondjuk 2-től 6 éves korig napi 1 óra, de a szülővel közösen lassabb mozgóképes tartalmakat nézni, és ezt így meg lehet emelni fokozatosan, de nagyon fontos lenne, hogy amikor a gyerek belép az online térbe, a szülő ott legyen társként, mediátorként, aki segít az értelmezésben. Megbeszéljük, hogy hány éves kortól hova lehet regisztrálni, hogyha valaki idegen ír, akkor őt ne jelöld vissza, hogyha furcsa tartalmat láttál, nyugodtan kételkedjél, ne írj olyat a másiknak, amit te sem szeretnél kapni. Meg ez a 50-50 szabály, én ezt szoktam javasolni a szülőknek. Tehát teljesen mindegy, hogy egy tínédzser most napi 2 vagy 5 órát gépezik, úgymond, nem a képernyő idő itt a fontos a függőség kialakulásában, hanem hogy hogyan változik a felhasználók a személyisége. Beszűkülnek a szociális kapcsolatai, csökken az iskolai teljesítmény, semmi más nem érdekli, egyre nagyobb tagadásban van, miközben egyre több képernyőidő kell, ugye, mert meg kell küzdenünk a dopaminlökettel, ugye, tehát itt van egy ilyen addiktív ugródeszka sajnos, de egy ilyen 50-50 szabály nagyon jó lett a családokban, ha mondjuk 2 órát kütyüzünk, akkor 2 órát valami olyat csináljunk, ami kütyümentes. Na, mondjuk például, olvasson. Mondjuk, például így van. Vagy én ezzel próbálkoztam őszintén, szóval nem mondom azt, hogy átütő sikert arattam, de volt erre legalább egy kísérletem, és valameddig működött, aztán szépen lassan, ez ugye úgy szokott lenni, nem tudom, a kedves hallgatók a családban ezt hogy tapasztalták, vagy tanár úr ezt hogy tapasztalja, de ez úgy szokott lenni, hogy szépen lassan aztán ezek a szabályok, ezek így elengednek, szépen elporladnak, és egyszer csak ott tartunk, hogy megint nem a könyv van a kezében, hanem jé, a mobiltelefon. Igen, ez a dopaminlökket, ugye meg kell nézni, hogy az evolúció során hozzuk magunkkal a túlélési és a fajtán tartás ösztön. Erre a digitális média nagyon rájátszik. Meg kell nézni a közösségi média, milyen élményeket ad, milyen élményeket adnak a videójátékok, tehát egy túlélési ösztön mondjuk sok videójátéknak a megélése is. És a dopaminlökettel harcolunk, azért szoktuk mondani a digitális családi szerződés, hogy inkább nem is szabályok ezeken keretek, ami valamilyen támpont, de nyilván nem lehet soha betartani, de legalább meg kell próbálni valahogy előtérbe helyezni ezt, hogy kicsit tudatosítsuk, hogy mondjuk legalább a vasárnapi ebédnél legyen egy kütyümentes hely, ahol úgymond digitálisan detoxikálhat a család. De azt is érdemes tudni a szülőknek, hogy amikor a függőségről beszélünk, a függőség kialakulásáról, nagyon sokszor mondjuk a való térben a szeretett nyelvek nem működnek, nem kap elég pozitív megerősítést. A gyerek nincs közös családi minőségidő, legyen ez mondjuk egy közös mosás és kiteregetés, tehát nem muszáj itt Disneylandbe menni minden vasárnap. De hogyha nem nagyon működnek ezek a szeretett nyelvek, mint az elismerő szavak, az odafigyelés, a beszélgetés, akkor ott a képernyőidő megnagyobbodhat a gyerekeknek. Egyébként nagyon-nagyon hatalmas versenyt kell vívni szülőként, tanárként. Én mindig megkérdezem a hozzám érkező gyerekektől, hogy mi az, ami nektek olyan örömet okoz, mint az okostelefon, az internet, a kütyű, és nem nagyon tudnak válaszolni. Ritkán, hogy társasjáték, olvasás, cserkészmozgalom. Hát igen, mert hogy az történik, hogy az sokkal gyorsabb, pörgősebb, ami a telefonján van, és ugye a videójátékokkal, legyen az Xbox, vagy PlayStation, vagy bármilyen platform, ugyanez a probléma, hogy ezzel harcolni valamiféle csendesebb tevékenységgel iszonyat nehéz, mert már ehhez vannak hozzászokva. Ez egyébként olyan, mint a mi generációnak volt hajdanában a videoklip, amit ugyanúgy nem értettek, hogy hogy lehet ezt a villózó 3 perces izét bámulni órákon keresztül, és a zenecsatornáknak ez volt a lényege. Így etettek meg minket ezzel a sebességgel. Hát ez most egy sokkal gyorsabb sebesség. Mit csináljunk a gazdák, hogy okosannal emellett? Meg lehet próbálni egyébként azt is, vagy hogyha már online tér legyen a család együtt, mondjuk közösen felfedezni a videójátékot, mondja el a gyerek, hogy miért szereti. És akkor a szülő is egy kicsit el tud ezen gondolkodni, vagy esetleg közösen játszani. Ugye most egy nagy médiaforradalom kellős közepén vagyunk, de hát ekkora pánik volt egyébként a Krisztus előtti 5. században is, amikor a szóbeliségről átálltunk az írásbeliségre, mindenki pánikolt, hogy az írásbeliség léhaságra nevel. Most pedig mennyire szeretünk írni, meg kell nézni a közoktatást, egész nap íratunk. Szóval ez elírás megmaradt, papír alapú társadalom. Miközben már erre is azt mondjuk, hogy ez a múlt alapvetően. Mert van valahol. Mert hogy valahol már persze, ez is a múlt. Ha előre nézünk, akkor azt látjuk-e, hogy gyakorlatilag megkerülhetetlenné válnak ezek a digitális eszközök már egészen pici korban. Mondjuk tanárként hogy gondolkodik erről?
megkerülhetetlené válnak. Ugye a negyedik ipari forradalom kellős közepén vagyunk, az eszközöket nem tiltani kell, hanem meg kell tanítani, tudatosan használni. Akár most, ha nézzük a mesterséges intelligenciát, én azt szoktam mondani az egyetemen a tanárszakosoknak, akiket tanítunk, hogy lehet, hogy a mesterséges intelligencia egy ilyen ránk szabadított vadló, most mi formáljuk a jövőt, rajtunk múlik, hogy ebből tudunk egy segítőkész tártost szelidíteni, ami az emberiség javát szolgálhatja, csak ez meg kell találni azokat a kompetenciákat, és ki kell alakítsuk a kritikai, mérlegelő gondolkodást sok-sok feladat megoldása közben, ahol be kell vetni a mesterséges intelligenciát, és forrás kritikával rá kell jönni, hogy ő sem tévedhetetlen. Én is a múltkor mutattam a gyerekeknek, összeállítottam egy adi dolgozatot az AI segítségével, pillanatok alatt megvolt a dolgozat, és például nem tudta a mesterséges intelligencia megmondani pontos, hogy hol született az Endre. Csak rossz válaszokat hozott. Hogyha én azt nem nézem át, lefénymásolom és kiadom a gyerekeknek, akkor joggal mondhatják, hogy milyen ez a dolgozat, milyen ez a tanár, hogy ilyen dolgozatot ad. Ezt nyugodtan el kell mondani ilyen baklövéseinket, saját személyes példákat a gyerekeknek, amik nagyon hitelessé tudják tenni a történetet. Hát egyébként igen, ez a kulcsa, meg kell tanulni, ha az ön példájánál maradunk, azt a tártost megülni. És hogyha biztosan ülünk, akkor jöhetnek a veszélyek, semmi baj, megyünk vele tovább. Így van. Maradjunk ennél a példánál, és örülök, hogy beszélettünk. Remélem, hogy néhány iránymutató, vagy legalább elgondolkoztató gondolatot, mondatot el tudunk vinni mindannyian belőle. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm én is a kapcsolódási lehetőséget. Minden jót kívánok. Fegyverneki Gergő digitális pedagógia szakértőt hallották a Kultórában. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon. Folytatjuk a Kultórát. Vidovszky György pályázik a Kolibri Színház igazgatói posztjára. Ennyi a hír, nézzünk egy kicsikét mögé. Annál is inkább, mert Vidovszky György számára a Kolibri Színház egy otthonos hely. Egy évtizede gyakorlatilag hazajár oda. Novák János maga leköszönő igazgatóként is erre hivatkozott, és említett, hogy mekkora öröm számára, hogy a társulatból valaki pályázik a Kolibri vezetésére. Vidovszky György a vonalban, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat én is. 15 óta a Kolibri Színház rendezője, de hát nem csak ott rendez, mert a Holköltők Társaságát például az Átriumban, Marosvásárhelyen az Árvácskát. Szóval sokfelé rendez, de haza oda jár? Igen, tulajdonképpen a Kolibri Színház az anyaszínházam, és hát szerencsémre nagyon sokat rendezhettem ott, és nagyon jó lehetőségeket kaptam az elmúlt, nem csak 10 évben, mert már igazából 2007 óta csinálok ott előadásokat, de 2015-ben lettem ott a társulat tagja és állandó rendezője. A Kolibri Színházat hogy tudná leírni? Az egy milyen színház? Ez egész pontosan egy gyermek és ifjúsági színház. Tulajdonképpen ebben a műfajban az egyetlen ilyen, amelyik ezzel a profilra rendelkezik. Ugyanis hát vannak bábszínházak Magyarországon, és azok bábszínházak ugyancsak gyermekeknek és sokszor ifjúságnak, vagyis tinédzsereknek is játszanak előadásokat, de ez az egyetlen olyan ilyen profilú színház, amely kifejezetten ezekkel a korosztályokkal foglalkozik, ráadásul szigorú korcsoportos bontásban, tehát ami ráadásul a Kolibriben három helyszínen folyik, tehát van egy helyszínünk a Kolibri fészek, ahol a legkisebbeknek játszunk előadást, a Kolibri nagy színpadán a Jókai téren a gyerekeknek, és a Kolibri pincében pedig az ifjúságnak, vagyis tinédzsereknek. És ezek az előadások nagyon, nagyon különböznek egymástól, nem csak témáikban, hanem a forma nyelvüket is tekintve. Érdekes, hogy ezt így határozta meg ön maga is, mert hogy ez általában vita szokott lenni, és ez egy eléggé partalan vita, én tudom. Tehát hajdanában, amikor még volt gyermekszínház, akkor ott mindig tiltakoztak, hogy bár a neve az, de hát igazából ilyen nincsen. De ezek szerint mégis van. Abszolút van, teljes természetesen van. Tehát ez egy külön műfaj, vagy azt mondom, hogy alműfaj, semmivel sem tekinthető kevesebbnek, vagy kevésbé összetettnek, mint a felnőtt színházi műfaj. Egész egyszerűen más kritériumok alapján készít az ember előadást. Ez fontos hangsúlyozni, hogy ez nem azt jelenti, hogy lebutítjuk, hanem egész egyszerűen gyermek- és ifjúsági színházi alkotók, mi tudatosan vagy nem tudatosan, kevésbé tudatosan kutatjuk azt, hogy amikor egy bizonyos generációnak készítünk előadást, akkor annak a generációnak a tagjai milyen fejlődési szinten vannak, mi az, ami számukra érdekes lehet, fontos lehet, milyen témákat választunk, és az milyen megfelelő formanyelvet tud ajánlani a színház,
ami megint csak hangsúlyozni akarom, nem lebutítást jelent, hanem másfajta komplexitást. Tehát igen, ez egy létező kategória, a világ minden táján ezt elismerik, van ennek világszervezete, akik, tehát ennek a szakemberei, azok tulajdonképpen tudják, hogy miről beszélnek, de valóban a felnőtt színház felülnézve, ez nagyon sokszor ilyen... Kicsit lekezelő, igen. De hát nem kicsit, sajnos nagyon lekezelő attitűddel néznek erre, igen. Sokan. Ezt például, amikor kirándul másfelé, akkor szokta érezni, hogy hát a kolibriból jössz, hát milyen az már? Van a szakmán belül egy ilyen kasztrendszer? Bizonyos szempontból igen, tehát van ilyen kasztrendszer, de azért nekem szerencsém van, mert rendeztem előadásokat különböző generációknak, tehát felnőtteknek is rendeztem, tehát hogy ez ilyen értemben egyelőre az én számomra legalábbis nem jelentett konfliktust. Az, hogy az ember a Kolibri Színházban rendezi, inkább előnyt jelent bizonyos területeken is, hogyha már különböző helyeket említett. A Kolibrinek nagyon sok nemzetközi együttműködése van, bent hosszú távú a Kreatív Európa által támogatott együttműködései. Ilyen értelemben a Kolibri neve a gyermek és ifjúsági színházak kategóriájában Európa szerte kifejezetten jól cseng, hogy úgy mondjam, lehet, hogy jobban cseng, mint hazai közegben. Mit örököl, hogyha örökli Novák János hagyatékát a Kolibri Színházat? A Kolibri Színházban rengeteg dolog elsőként jelent meg a magyar színházi palettán. Tehát ez a színház játszott először csecsemőknek előadást, ami egy nagyon új műfajnak számított közel 20 évvel ezelőtt. Azóta most már szinte minden ilyen színház, amelyik gyerekeknek játszik, műsorra tűz ilyen korosztályi előadásokat. Ez a színház mutatott be először ifjúsági előadást, ez is azóta egy elterjedt műfaj, osztályterem színház. Szóval rengeteg dologban volt újító a Kolibri, és ez a több mint 30 éves hagyomány, ez kifejezetten erős. Most mégis azért részben János életkora miatt is volt indokolt az, hogy a folytatás már ne tegye meg, és van egy jó társulat. Vannak persze természetesen feladatok, de hát ezek olyan szakmai feladatok, amik nem biztos, hogy most így, amíg a tervezés időszakában annyira a közönségre tartoznak. Ezek belső ügyek, amiket meg kell oldani, természetesen az épülettel kapcsolatban, anyagi kérdések, szóval sok minden, sok a feladat, de minden esetben egy jó működő színházat vehetünk át, ha a szakmai bizottság majd minket szavaz meg a többi jelentkező közül. A sok jelentkező van? Mit tud erről? Hát van egy pár, ezeket egyelőre még nem hivatalosan tudjuk, csak szakmai pletykák alapján. Mi bízunk abban, mi mindent beletettünk ebbe a pályázatban, amit tudtunk, és mivel a jelentkezők közül mi vagyunk az egyedüliek, akik ezt a társulatot jól ismerik, ha nem csak a műsort ismerik, vagy azokat az előadásokat, hanem a problémákat is látják belülről. Ezért azt remélem, hogy szakmailag kifejezetten megalapozott a pályázatunk, tudjuk, hogy miről beszélünk, tudjuk, mit szeretnénk, és ez nem csak egy távolról terv, hanem a színház ismeretére épít. Ebben az évadban mindentől függetlenül is rendez februárra egy új premiért, régi premier nincsen nyilván, tehát most butaságot igen. Mondtam, de azért értjük, szóval legalábbis remélem. Ez egy külföldön már sikert aratott darab magyarországi változata lesz. Mennyire kell belenyúlni a magyar fiatalok igényeinek megfelelően egy külföldi darabba? Hát mindenképpen, tehát hogy ez nagyon fontos, hogy a színháznak az a hihetetlen előnye, hogy mindig az adott közegben, adott korban annak a környezetnek és annak a közönségnek szól, akiknek készítjük. Vagyis hát ez egy új-zélandi darab, amit mi átveszünk, ami angol nyelven íródott. Itt nem csak a fordításból adódóan vannak különbözőségek, hanem egész egyszerűen egy picit a közeg is más. És hát ezt tulajdonképpen magyarítani kell, hogy a magyar tinédzserek számára ez úgy hasson, nem úgy hasson, mint egy új-zélandi történet, vagy egy új-zélandi darab, hanem úgy hasson, mint hogyha ez itt és most történne meg.
Úgyhogy ezek fontos adaptációs szempontok, amiket mi mindig figyelembe veszünk. Az a címe, hogy igen, 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 mi pedig majd hírt adunk arról is, meg hírt adunk arról is, hogy végződik a pályáztatás, amelynek az időszaka mikor zárul le, mikor kellene eredményt hirdetni? Hát november vége felé, vagy az előtt lesz, gondolom, majd a bizottsági meghallgatás, és aztán a miniszternek még utána van talán egy hónapja, hogy megnevezze azt, akit a Kolibri vezetőjének szeretne. Az egyik jelölt talán, és hát ebből a szempontból az egyik legfontosabb jelölt, mert Novák János leköszönő igazgató támogatásával indul a pályázaton Vidovszky György, a Kolibri Színház rendezője. Belebeszélgettünk. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon. Egy verses kötet címén a hétköznapi megfogalmazás számon kér nyilván csacsiság. A vére hulló fecskefű az egy olyan cím, ami minden esetre figyelemfelkeltő, és hogyha belelapoz az ember egy kötetbe, és megtalálja ezt vers formájában, akkor meg még örömteli is, mert jé, tényleg itt van. És hát Kálai Eszter a szerzője a versnek, a kötetnek, és hát ezzel a kötettel a Junior Szépíró díjat is elnyerte, és itt van a vonalban. Szeretettel gratulálok, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, nagyon szépen köszönöm, és üdvözlöm a hallgatókat! Mennyire nehéz út ma verses kötetnyi irodalmat írni? Hát nekem ez a második kötetem, és azt hiszem, hogy a legnehezebb az elsőig volt eljutni, mert ott teljesen új terepen mozogtam, és ez pedig ez a második kötet, a vére hulló fecskefű, ez az anyelvelvállásról szól, és itt pedig valahogy organikusabban keletkezett maga a kötet, úgyhogy tulajdonképpen amikor írtam, akkor nem annyira a megjelenésre gondoltam, hanem feldolgoztam ezt az élethelyzetet, vagy reflektáltam rá, úgyhogy ez a második, ez határozottan egy ilyen könnyebb folyamat volt. Egy kicsikét az a valódi élethelyzet a kifejezése volt ez a második kötet, ezek szerint? Igen, abszolút, abszolút. De ott már szerencsém volt, tehát egyébként azt gondolom, hogy első kötetes szerzőként nem olyan egyszerű kiadót találni, és a másodiknál már volt egy hátországa ezeknek a verseknek, és igen, volt egy közege. Viszont az meg egy önmagát adó kérdés, hogy mi jelenti ma egy első vagy második kötetes költő számára a sikert? Miben mérhető? Most persze ebben a díjban, amihez gratulálok szeretettel, ebben a díjban mérhető, de ez a kötet továbbélése, ez egy másik szintje ennek a történetnek. Amikor megjelenik egy könyv, mitől lesz sikeres egy verses könyv? Hát nekem mindig az a legjobb visszajelzés, amikor mondjuk az én kötetem esetében anyák vagy szülők oda jönnek hozzám, és elmondják, hogy hogyan tudtak kapcsolódni a könyvhöz, vagy például van olyan irodalomterápiás csoport, ahol használják ezt a könyvet, akár ilyen perinatális időszakban terápiás foglalkozáshoz, és például nekem ezek mindig nagyon sokat adnak, vagy nagyon-nagyon pozitív visszajelzések, mert azt érzem, hogy így elér az emberekhez, és tudnak hozzá kapcsolódni. Ez nyilván a legfontosabb, és egyébként meglepő is, mert azt szokták mondani, hogy manapság az emberek nem olvasnak verset. Ezek szerint ezt most konkrétan tudjuk cáfolni. Hát igen, biztos, hogy kevesebben olvasnak verset egyébként, mint mondjuk prózát, vagy erről vannak is kimutatások, de szerintem vannak olyan élethelyzetek, amikben például könnyebbet olvasni egy verset, és egyszerűen időhiány okán is, és például az ilyen friss szülőség, amiről ez a könyv szól, az pont ilyen. Ezek női versek? Nőknek szóló, nő által írt, női költő által szerzett versek? Abban az értelemben is, hogy nekem férfiként kevesebbet jelent, kevesebbet ad?
Szerintem nem. Tehát azok a férfiak, akik elolvasták és visszajelzést adtak róla, ők abszolút tudtak kapcsolódni bizonyos dolgokban. Az biztos, hogy van egy feminista nézőpontja az egész hangnak, meg a költészetnek, amit... Na, de hát az sok férfinek is van, még ha másképp de is éljük meg. De így van, igen, tehát, hogy szerintem ez ugyanúgy szólhat férfiakhoz, mint nőkhöz. Azért azt észrevettem, hogy több nő olvasta el, de én nagyon örülök, hogyha a férfiak elolvassák, mert ők ugyanannak a helyzetnek vannak egy másik oldalán. Hát valójában igen, bár mondjuk mi a könnyebb oldalán vagyunk, azért ezt mindenképp szögezzük le. Hát már hogyha a szülésről, magáról és az oda vezető útról beszélgetünk. Ha az ember azt kérdi, hogy az irodalomból meg lehet-e ma élni, akkor egy jó irányt keres? Tehát én azt gondolom, hogy nem abból él, hogy költő. Nem, abszolút nem abból élek. Én dolgozom egy alapítványnál, kommunikációs szakemberként, illetve doktori ösztöndíjam is van. Tehát nem az írásból élek, vagy hát nem a versírásból. Az egy olyan út, ami egyébként nem is járható? Szerintem nem. Tehát, hogy vagy hát nagyon nehezen igazából. Már az, hogy az ember írhat és talál kiadót, azt érzem, hogy nagyon sok privilégiumból áll össze, és azért egy magyarországi fiatal embernek egy csomóan, tehát nagyon sokszor így a háttér is meghatározó, meg hogy az adott szerző milyen közeget talál, és ez nagyon sokszor nem az ő egyéni adottságai múlik, hanem a körülményeken, meg az ő helyzetén, vagy akár szociális helyzetén. És szerintem én nem tudok olyan embert, mondjuk az én generációmból, aki kizárólag a szép irodalmi írásból élne. Hát nyilván ez egy nehéz út, és ahhoz be kell futni, ahhoz nagy sztárnak kell lenni. Erről jut eszembe pont, hogy Grecsó Krisztián, aki szintén nem csak ebből él, de hát ő azért sztárja a mai kortárs irodalomnak, mondta egyszer, hogy hát ugye ő is költőként kezdte, és egy idő után azt érezte, hogy kevés az a pár sor, amit meg tud egy versben ragadni, neki regényt kell írnia. És akkor most itt adja magát a kérdés, hogy ön, Eszter, dolgozik-e ezen már, vagy gondolkozik-e legalább ezen? Gondolkodom prózán, igen. Most egyelőre gyerekeknek szóló prózán, de szeretnék felnőtteknek szóló prózát is írni, meg vannak novelláim. De azzal nem vár addig, ameddig felnő a gyerek? Nem ez a terv. Mert most ugye itt lehet óvisoknak szól, iskolásoknak szóló, kamaszoknak szóló, persze, és felnő, de hát az soká lesz. Igen, az a terv, hogy ezeket valahogy párhuzamosan fogom csinálni. Hogyha egy ilyen díjat felrak a polcra, nem tudom, hogy ez anyagát tekintve mekkora, őszintén szólva, tehát remélhetőleg egy polcom elfér, akkor annak ott milyen helye lesz? Mennyire fontos ez? Mennyire fontos visszajelzés ez? Ez nagyon jó kérdés, ezen sokat gondolkodtam. Egyébként ez egy ilyen nagyon szép ilyen üvegtárgy, és elfér egy polcon. És pont azon gondolkodtam, hogy így hova tegyem a lakásban, hogy ne legyen egy ilyen múzeum jelleggel se. De azért végül is olyan helyre tettem, ahol így látom, és emlékszem rá, és mint pozitív visszajelzés nagyon jól esik, illetve a Sejem Zsuzsa laudációja, amit hozzáírt, az itt személyesen is nagyon sokat jelentett, mert azt éreztem, hogy nagyon meg tudja ragadni, hogy mit szerettem volna ezzel a könyvvel, és akkor ez erre így emlékeztet, és ez egy nagyon jó dolog, amihez úgy lehet fordulni a hétköznapokban, de azért olyan túl nagy jelentőséget sem szeretnék neki tulajdonítani, mert azt is gondolom, hogy sok faktor, meg esetlegesség van ezekben a díjakban is, és jó, hogyha van egy belső önbizalom, ami nem a díjaktól függ. De ettől függetlenül nagyon jó ránézni meg egy
itt sokat jelent ez a szakmai elismerés. Eléri már a gyerek? Olyan magasra tette? Nem. Nem, még azért pici, úgyhogy nem ér föl. Az fontos minden. Szempont lesz egy idő után. Eszter, gratulálok, és köszönöm, örülök, hogy beszéltünk. Kállai Esztert hallották, aki a verses kötetével junior szépíró díjat nyert el. A kötet címe pedig Vérehulló fecskefű, keressék a boltokban. Szerintem szépeket fognak olvasni, ha beleolvasnak. Tegyék ezt. Eszter, gratulálok, köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Ez volt ma a Kultóra, a Spirit FM kulturális magazinja. Örülök, ha velünk tartottak, tegyék ezt holnap is ugyanebben az időpontban. Jövünk Cserdi Zsolt szerkesztő nevében, és elköszönök Önöktől, viszonthallásra. Rónai Egont hallották.